A vér nélkülözhetetlen a rászoruló betegek gyógyításában, az életmentésben. A tudomány mai állása szerint a vér semmi mással nem pótolható, mesterségesen nem előállítható. Bátaszéken sokan fontosnak tartják ezt a fajta adományozást. Schwarz Antal azt mondja, ilyenkor fizikálisan és mentálisan is felfrissül. Már sokszoros véradó vagyok, ez volt a 98. Akkor talán a koromnál fogva is látszik, hogy azért nem ma kezdtük ezt a dolgot. Örülök, hogy segíthetünk betegeken, embertársainkon, meg egy kicsit olyan megújulás, megtisztulás is az embernek, hogyha vért ad, kicsit jobban érzi magát utána, kicsit felfrissülünk, tehát igazából ilyen szempontból is jó dolog. Hát most ez a kis vírus egy kicsit visszafogott, tehát azért amikor nagy volt, vagy több volt a járvány, több volt a beteg, akkor azért nem igazán jöttem, tehát egy kicsit több időt kihagytam most, de reméljük, hogy ha csillapodik a járvány, akkor újra tudok jönni is. Meg lesz a 100. Bognár Márton gyerekkori fogadalmát tartja be azzal, hogy immáron 48-szoros véradó lett. Amikor kisrác voltam, édesapámon átment a busz, és nagyon sok vért kapott. És akkor megfogadtam majd, hogyha nagy leszek, akkor én mindig adok vért. Amikor az ember megkap egy SMS-t, hogy most használták a vérét, az olyan jó érzés, meg úgy pici lányomnak is volt olyan, hogy a barátja motorbalesetes volt, és akkor mentünk és adtuk. A február 9-i bátaszéki véradáson közel 70-en vettek részt. Dr. Pászti Vera, az Országos Vérellátó Szolgálat Szekszárdi területi vérellátójának vezető főorvosa elmondta, ilyenkor kiemelten fontos, hogy emlékeztessék az embereket a véradás fontosságára. A téli hónapokban egyébként a véradások amúgy is nehezebben alakulnak az éppen aktuális koronavírus és vagy influenza járvány miatt, ezért különösen fontos a véradás kérdésének felszínen tartása, illetve az, hogy azt az információt minél több emberhez eljuttassuk, hogy járványoktól és évszakoktól függetlenül a rászoruló betegeknek folyamatosan szüksége van az életmentő vérkészítményekre. Vér nélkül elképzelhetetlen lenne a súlyos sérültek ellátása vagy nagyobb műtétek végzése, de számos más betegség gyógyítása sem lenne elképzelhető vérkészítmények nélkül. Gondoljunk csak például a gyermekkori leukémiákra, amelyeknek jelentős része gyógyítható, de a kis betegeknek bizony a hosszú gyógykezelésük során folyamatosan vérkészítményekre van szüksége. De még csak nem is kell komoly betegség ahhoz, hogy valaki vért kapjon, például szülésnél is szorulhat vérátömlesztésre a kismama. A vér nagyon különleges gyógyszer, semmilyen módon nem pótolható, csak és kizárólag véradók önkéntes adományaként juthatnak hozzá a rászoruló betegek. A doktornő hozzátette, a koronavírus járvány sem szegte kedvét a véradóknak. 2021-ben 8300-an jelentkeztek véradásra Tolna megyében, míg Magyarország területén összesen 382 000 voltak az adományozók. Véradásra 18 éves kort betöltött személyek jelentkezhetnek. Ez az életkori határ nagyon fontos, mert csak nagykorú személy dönthet arról, hogy vérének egy kis részével hozzájárul egy másik ember gyógyulásához. A véradásra való jelentkezés előtt mindenképpen enni kell rendesen, lehetőleg nem túl zsíros ételeket, és bőven kell folyadékot fogyasztani a véradás előtti néhány órában, legalább 1 litert. Ez nagyon fontos, hogy megfelelően készüljünk a véradásra. A véradásra való jelentkezéskor be kell mutatni egy fényképes igazolványt, lakcímkártyát és tajkártyát. A véradásra jelentkező személynek pontos beazonosítása nagyon fontos a vérkészítmény biztonsága szempontjából. Ezután egy kérdőívet kell az egészségi állapotról kitölteni a jelentkezőnek, majd egy kis rövid laborvizsgálat következik, egy csepp vérből megállapítják, hogy nem vérszegénye a jelentkező, tehát biztonságos-e számára a véradás. Majd a kivizsgáló szakember a rendelkezésére álló adatok, leletek, a kitöltött kérdőív, illetve a véradóval történő megbeszélés alapján dönt arról, hogy a jelentkező alkalmas-e véradásra. A döntés során figyelembe kell vennie a véradó és a beteg biztonságát is, ezért a véradási kritériumaink elég szigorúak. Ezután történik maga a véradás, ami egy speciális, egyszerhasználatos, steril zsákrendszerbe történik. A véradó kényelmesen elhelyezkedik egy ilyen véradási székben, ilyen félig ülő, félig fekvő helyzetben, majd egy alapos karfertőtlenítés következik. Ezután történik a vénasszúrás. Először mintákat vesznek a véradás utáni kivizsgáláshoz, majd egy olyan 5, maximum 10 perc alatt le is zajlik maga a véradás. Utána egy pár percet pihenni kell, a kart egy kicsit kimélni a véradás után. Nagyon fontos, hogy 10 percig szorítani kell a szúrás helyét, és sok folyadékot kell fogyasztani a véradás után. A nők egy évben 3-szor, míg a férfiak 4-szer adhatnak vért, de minimum 56 napnak kell eltelnie a két adományozás között.
és hogy kit várnak a véradásokra? Mindenkit, aki egészségesnek érzi magát, és úgy érzi, hogy szívesen segíteni ezen a semmi mással nem pótolható módon a vérkészítményre szoruló betegeken. Tolna megyében minden munkanapon van lehetőség a véradásra, erről az OVS honlapján tájékozódhatnak az érdeklődők.